Üdvözöllek titeket, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban itt vagyunk Cegléden. A mai videóban pedig már egy olyan vonalat fogunk bejárni, amit részben bejártam itt Cegléden belül. Ez a vonal 1909-ben létesült, majd 1911-ben meg is hosszabbították, de ezekről majd a későbbiekben fogok beszélni. Ez nem más, mint a 145-ös vasútvonal, a Cegléd-Handháza vasútvonal. Cegléden belül már bejártam, itt nagyobbakat fogunk ugrani, viszont Cegléden kívül minden érdekességet megnézünk. Jöjjön az intro, és kezdünk! Haladunk itt szépen a nyomvonalon. Igazából, amikor Cegléden bejártam lábon ezt a részt is, akkor mutattam és mondtam is nektek, hogy Cegléden belül nem sok érdekességet lehet mutatni, hiszen felszedték. Ugye az egyik oka is az 1968-as közlekedési koncepció egyik alapja, vagy pillére az volt, hogy a ceglédi lakosok nem örültek annak, és a város képét roncsolta az ő szemükben, hogy a városon keresztül halad egy gőzös. Egyébként a városon belül rengeteg megállója volt, és aféle villamosként működött. Megérkeztünk a templomhoz, ahol egy emlékművet is fogunk egyébként találni. Az emlékművet azért megmutatom nektek, vagy az emlékhelyet inkább, hiszen tulajdonképpen egy darabka vágányról, illetve egy darabka... Igen, hát vágányról, bocsánat, mert sint akartam mondani, de nem, vágányról van szó. Három kis talpfa, és egy kis vágány emlékeztet minket arra, hogy itt haladt el valamikor a gőzös Cegléd-Handháza vasútvonal, láthatjátok. De ezt már mutattam nektek, az érdekesebb rész majd Cegléden kívülről jön. Nyilván semmi köze ennek a hídnak a vasútvonalhoz, de itt jött át. Viszont, hoppá, hogyha megnézitek, akkor az alapok, azok viszont az eredeti vasúti hídé. Hát erre én nem gondoltam az előbb, azt nem is értem. Mert láthatjátok, hogy a szerkezet maga az, hát nem új, mert az is rozsdásodik, mint a fene. Viszont az alapzata, a pillér, ha lehet ezt így mondani, akkor az még a régi vasúté. Ezt lehet látni, hogy nem ehhez a szerkezethez építették azt oda, mert hát 1000 évvel idősebb, és most nyilván túlzok. Igen, hát láthatjátok, hogy ez egyértelműen valamikor a vasúté volt. Szélesebb is volt, ezt is lehet látni. Tehát szélesebb volt, és egyértelműen a vasúté volt, úgyhogy itt ment át a vasútvonal. A vágány abból az irányból jött, ott volt az iparvágányi kiágazás, és hát ennyi maradt eredeti helyén a handházai vonalból. Nem tudom, hogy a továbbiakban, mert ugye a továbbiakban nem jártam be egyébként a vonalat, hogy a továbbiakban fogunk-e találni vágányt, de ez viszont egy stabil pont. Tehát itt még a mai napig is megvan a handházai vonal, ami egyébként ugye 68-ban szűnt meg. Nyilván nem rögtön szedték fel, de ettől függetlenül azért klassz dolog, hogy a mai napig is megvan, és itt a ma Lovarda területén halad tovább a vágány abban az irányban, és mi is most természetesen fogjuk követni a valamikori vasútvonalat. Ugye egyébként érdekes a sztori, mert maga a vonal 1909-ben azért jött létre, mert a Cegléd környékére települt szőlőst inkább úgy mondom, nehezen tudták elérni közúton, és a mindenféle szállítás nehézségekbe ütközött, és ekkor találták ki azt, hogy ide létesítenek egy vasútvonalat, és így jött létre, először Csemőig, majd aztán 1911-ben meghosszabbították Handházáig, és így jött létre a vonal. Tulajdonképpen 1909 és 1968 között élt ez a vonal. És akkor az első olyan megállási pontunk, ami már azon a tájékon történik, ahol még nem forgattam, és nekem is új a dolog. Ugyer megállóhelynél vagyunk, itt volt valamikor a megállóhely egyébként most. Van buszmegálló, az egyik az ott van konkrétan, a másik irányba pedig valahol mögöttünk, ez most lényegtelen is. És ha mögém néztek, ne is engem nézzetek, hanem mögöttem, láthatjátok, hogy mennyire kiadja, hogy valamikor itt jött a vonal, a töltés a mai napig tulajdonképpen adja magát. Következő megállási pontunk körülbelül 1 kilométerrel arrébb, Alsóerdő megállóhely, itt vagyunk Alsóerdő dűlőnél tulajdonképpen, és ez az esőbeálló nagyon-nagyon gyanús, hogy valamikor a vasútnak volt az esőbeállója, hiszen miért lenne itt a Susnyásban egy ilyen kialakítású történet, úgyhogy valószínűleg itt volt a megálló konkrétan, és akkor ez már egy fizikai nyom is. Talán eddig a legnagyobb csalódás, Zöldhalom állomásnál vagyunk. Az épületről van ugyan kép, és állítólag fizikailag ma is megvan, viszont azt írták a vasútállomások.hu-n, hogy a rengeteg átalakítás miatt nem felismerhető, és hát nem is ismertük fel, de valahol itt lehetett, és valamelyik épület itt a sok közül a valamikori állomás épület egyébként. Azért is állomás, mert hogy állomás volt, és rakodóvágánya is volt, tehát hogy én reménykedtem, hogy ez már egy izgalmasabb megállási pont lesz, ehhez képest igazából az eddigek sokkal izgalmasabbak voltak. Reméljük, hogy a további épületeket, mert hogy lesz belőlük pár, azokat megtaláljuk, és könnyebben felismerhetőek.
Egyébként ez a táj rohadt nagy köd van, és ha minden igaz, arra van balladülő megállóhely. Sajnos innen aszfaltról is le kell mondani, ahogy látom. Márpedig egy kis esőbeállószerű történetnek lennie kell egyébként. Hogy megtaláljuk-e, azt nem tudom. Ez mindjárt kiderül. Mondjuk sokat nem látunk amúgy sem. No, egyrészt visszafordultunk, mert valószínűleg elhagytuk egyébként, és rossz helyen kerestük. Másrészt meg elsőre az autó, tehát olyan rosszak itt a terepviszonyok. Mondjuk nagyon hangulatos, de attól még nem kell itt ragadni. Így aztán lehet, hogy amúgy lesz olyan megállási pont, amit nem fogunk tudni bemutatni, ha ilyen útszakaszok vezetnek csak oda. Úgyhogy azokról azért akkor le kell most mondani. Viszont a balladülő megállóhelyet megpróbáljuk akkor mégiscsak megnézni, hiszen én szerintem rossz helyen kerestem. De ez mindjárt ki fog derülni, mert visszaérünk az aszfaltos útra. Most már bekapcsolva hagyom a kamerát, bárhol meglátjuk, bár itt az aszfaltos úton már biztonságban vagyunk viszonylag. De egyébként elméletileg valahol itt kéne lenni egy ilyen nagyon minimális esőbeállónak, viszont a régi képeken is, amik ilyen 2010-esek, hát már nagyon rossz állapotban volt. Úgyhogy az is lehet, hogy azt már rég elbontották. Na tulajdonképpen most megkerültük itt az egészet, mert ugye az útviszonyok nem voltak túl jók. Igazából így egy csemői megállót kihagytunk, de semmi érdekes valójában, hiszen láthatjátok, hogy tényleg a vasútnak nem sok nyoma van. Itt aztán pláne nem, egyébként konkrétan itt a temető mellett jött el a vonal itt konkrétan. És majd mindjárt mutatom nektek, hogy hol haladt át az úton, és az öreg tanyák megállóhelyet is megmutatom nektek. Itt jött el a temető mellett a valamikori vonal, és hát valahogy így haladt el, és az öreg tanyák megállóhely pedig valahol itt volt. Hát igazából ugye 68-ban szűnt meg a vonal, és bár mondhatnátok, hogy hát igen, ezért nem látunk semmi érdekeset már, mint hogy fizikai maradványt, de például ha belegondolok abba, hogy tegnap Sejp Petőfi bánya között régebben szűnt meg a bánya és a hozzá kapcsolódó vasútvonalon az élet, és mai napig is fizikailag megvan jelentős részben, akkor azért az ember átgondolja ezt a kijelentést. Tehát nem lehet azt mondani, hogy azért, mert régen szint meg valami, azért már 100%-osan el is tűnt. Hát úgy tűnik, hogy a handházai vonal az viszont eltűnt. Itt haladt végig a vonal, tehát konkrétan nagyjából itt ebben a egyenesben mehetett az úttal jelenleg párhuzamosan. Érdekessége, és valószínűleg akkor fenn is maradhatott volna, vagy több esélye lett volna fennmaradni a vonalnak, bár a ceglédi lakosok nem örültek neki, és mindenképpen szerették volna, hogyha megszüntetik, hogyha a Lajos-Mizsei vonallal összekötik, azaz a 142-essel. Nem járunk egyébként messze Lajos-Mizsétől, tehát erre minden esély meg lett volna, bár ugye azt tudnotok kell, hogy az 1968-as közlekedési koncepció nem csak erre terjedt ki, hanem az összes egyvágányú vasútvonal, illetve még villamosvonalakra is kiterjedt, ugye. Tehát alapvetően ezek halálra voltak akkoriban ítélve, azért nagyon-nagyon sok megúszta, hát a handházai nem tartozott közéjük, de talán megúszhatta volna, hogyha mondjuk a Lajos-Mizseivel össze tudják kötni, és akkor akár még egy mai napig is létező vonal lehetne, bár ugye megkérdőjelezhető, hogy valóban ma mennyire lenne város összképileg hasznos és jó, hogyha a Cegléden keresztül, konkrétan a belvárosi részen keresztül haladna egy vasútvonal. Valószínűleg ennek ma sem örülnének egyébként az ott lakók, szóval igazából a gyenge pontja az Cegléden belül volt ennek a vonalnak, és lenne ma is, hogyha létezne. Na, itt vagyunk ebben a kellemes környezetben, és itt vagyunk a handházai végállomáson, az épület a mai napig megvan egyébként, és az érdekesség egyébként, hogy a kerítés talpfákból van kilakva, ezt láthatjátok, a tartóelemek talpfák. Ezek az is lehet, hogy valóban a régi vonalnak a talpfái, ki tudja. Egyébként Lajos-Mizse innen egy olyan 4-5 kilométerre található, és ugye ennyi hiányzott ahhoz, hogy összeköttetése legyen a 145-ös vasútvonalnak a 142-essel, úgyhogy innen a ugató kutyák közelségéből elbúcsúznék tőletek. Sziasztok!